Jó reggelt kívánok! 2021. április 6-án, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, sokszor nem értünk téged. Nem értjük, miért kell, hogy szakadjon a hó húsvét után első nappal, és azon gondolkozunk, hogy igaz, hogy tojáskereső versenyt nem lehetett tegnap tartani, de ha ma lenne, akkor lehet, hogy szánkóval kéne a tojásokért jönni. Nem értjük, hogy áprilisban miért van ilyen gyönyörű hóesés, amilyenre igazából karácsonykor vágynánk, és hogy karácsonykor miért nem esett a hó. Te ezt jobban tudod, Urunk. Vannak dolgok, amiket nem kötsz az orrunkra. Azt tudhatjuk, hogy mindig adsz reményt, Istenünk, még ha ezernyi titkot tartogatsz és alkotunk. Köszönjük, hogy nem kell mindent megértenünk, de lehet hinnünk. Lehet hinnünk mindazt, amelyek megirattak, azért, hogy ne elvesszünk, hanem örök életünk legyen. Kérünk, hadd érthessük meg ma is a te igéd üzenetét. Ezért kérünk, Szentlélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, ahogyan az írva található a János írása szerint való evangélium 20. részében, a 30. verstől a 31. verssel bezárólag a következőképpen. Sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, van egy ilyen könyv, aminek ez a címe, Amikor nem értjük Istent. James Dobson írta, az alcíme, hogy hitben maradni. Amikor nem értjük Istent, akkor is hitben maradni. Van egy csomó olyan élethelyzet, amikor nem értjük Istent. Hogy miért esik áprilisban a hó, és karácsonykor miért nem. Hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel, hívő emberekkel is. Talán úgy vagyunk vele, hogy a tanítványokkal érezzük hasonlónak magunkat, amikor ők sem értenek mindent, és Jézus Krisztusnak a feltámadása csak később válik olyan valósággá számukra, hogy megértsék, hogy ő ezt is megmondta előre. A feltámadás után, de még pünkösd előtt vagyunk ebben az evangéliumi részben. Azt írja János, hogy még sok más jelet is tett Jézus, és ezek nincsenek megírva ebben a könyvben. Azt gondolom, hogy nincs is talán a Földön még egy olyan könyv, mint a Szentírás, amiről olyan sok egyéb könyvet írtak egyéb iránt. Nem csak, hogy könyvtárakat lehetne, és töltöttek is meg vele, de a prédikátornak is igaza van, aki ezt mondja, a sok könyvek írásának pedig nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Ezt nagyon szeretik általában a diákok idézni a Prédikátor könyve 12. részéből. Hogy is van ez? Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek. Tulajdonképpen azt mondja János evangéliuma ebben a rövid kis szakaszban. Akinek annyi nem elég, ami eddig le lett írva. Akit ez alapján nem győz meg a Szentlélek arról, hogy Jézus a Krisztus, annak teljesen mindegy, hogy hányféle és milyen csodálatos tettet és jelet írunk még le. Valószínű, nem fogja megérteni. Nem is érthetjük meg mindaddig, amíg a Szentlélek meg nem nyitja a szívünket erre. Sokszor azt várjuk, hogy valami hatalmas dolog történjen, és eszünkbe jut Remenyik Sándor Csendes Csodák című verse, amikor azt mondja, ne várd, hogy a föld megnyíljon és tűznyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Igen, a mindennap kicsiny csodái. Amikor észrevesszük a hétköznapokban, az ünnepek utáni, minden egyes napban, hogy vajon Isten mit készített el önmagából neked. Azért, hogy higgy. Azért irattak meg mindezek, hogy te higgy. Nem azért, hogy mások, nem azért, hogy a szomszédod vagy az osztálytársad, hanem hogy te higgy. Hiszel-e? Rendben van, tiszteletes úr, de mit higgyek? Miben higgyek? Ezt mondja az evangélium, hogy higgyétek,
Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ez három dolgot jelent. Először is, hogy Jézus nevében van az életünk. Azt olvassuk a Filippi levélbe, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus neve erő és hatalom. Ha az ő nevében imádkozunk, ha az ő nevében teszünk valamit, akkor az igazi lelki fegyver lehet a kezünkben, a lelkünkben. Tettél-e már valaha valamit Jézus nevében? Azt olvassuk, hogy ha valaki csak egy pohár vizet is inni ad a legkisebbeknek az én nevemben, mondja Jézus, az olyan, mintha vele tettük volna meg, és nem marad el a jutalma. Tettél-e már valaha valamit Jézus nevében? Tettél-e már, bocsánat, imádkoztál-e már Jézus nevében? Amikor úgy zárod, hogy Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Jézus nevében erő és hatalom van. Miért? Mert ismerik ennek a névnek a jelentését, és ki az, aki mögötte áll. Jézus a Krisztus. Jehúsua azt jelenti szabadító. Krisztus felkent héberül messiás. Tudod-e azt, hogy Jézus Krisztus a szabadító felkent, a megígért messiás, aki azért jött el, hogy általa mindannyiunknak bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Ez felszabadít, ez megszabadít. Igen, a keresztény embernek valóban naponta fel kell vennie a keresztjét. Naponta meg kell tagadnia magát és azokat a vágyakat, azokat az elképzeléseket, amiket az ó embere szül meg, azokat félre kell tenni. És engedelmeskedni az Úr Jézus Krisztusnak. Éppen a tegnapi napon volt szó erről a mai ige című kiadványban. Így olvashattuk. Azt mondod, túl nehéz keresztjén életet élni? Nem. Nem nehéz, hanem lehetetlen. Az egyetlen mód, ha engeded, hogy Krisztus ereje és személye éljen általad. Nem nehéz keresztjén életet élni, hanem lehetetlen. Önmagamtól lehetetlen. Egyedül az Úr Jézus Krisztus az, aki képes segíteni abban, hogy a három ellenséggel naponta megküzdjek. A bűnnel, a sátánnal és önmagammal. Ő hajlandó ezt az erőt megadni. És akkor valóban életem lesz, igazi életem lesz már itt a földön és a mennyek országában. Nem megfoszt valamitől, hanem megajándékoz a kiteljesedéssel. Ehhez adjon erőt nekünk és szent lelkének vezetését az Úr Jézus Krisztus. Hiszed-e ezt? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, te adj erőt. Egyedül nem megy. Uram, be kell látnom, hogy önmagamtól képtelen vagyok arra, hogy keresztjén életet éljek. Rossz döntéseket hozok. Nem oda megyek, ahova te küldesz. Nem azt teszem, amit te vársz el tőlem. Nem azt mondom, ami a te dicsőségedet szolgálna. Bocsásd meg, Uram, amikor így történik. Kérlek, Szent Lélek Isten, te adj erőt és bölcsességet ehhez a mai naphoz is, hogy tudjak különbséget tenni, hogy mi fontos és kevésbé fontos. Te adj erőt, hogy el tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyeket ránk bíztál. Ha kedves te erőtted, te gyógyítsd meg azokat, akik betegségben vannak, akár testi, akár lelki betegségük van. Kérünk, te adj vigasztalást a gyászolóknak, add, Urunk, hogy meglássák a kereszt után a nyitott sírt is, és tudjanak a feltámadásba vetett élő hittel búcsút venni szerettüktől. Kérünk, Istenünk, te vigyázz mindazokra, akik fontosak nekünk, szeretteinkre, családunkra, településünkre, gyülekezetünkre és magyar nemzetünkre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot, áldott hetet kívánunk mindenkinek.